Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és kezdünk egy rövid tartalommal. 36 ezer tő egy nyári virágvár kiültetésre Tamásiban. Országos akcióhoz csatlakozott Regői település. Mesék világába kalauzoltak az elsősök Tamásiban. Kreatív látásmód társult tehetséggel a Tamási parkerdőben. A közterületek pompáját, és ezáltal, ha időt szánunk rá, akkor akár a mi jó hangulatunkat is megalapozhatják a városi parkok. Tamásiban jelenleg 36 ezer tő egy nyári virág várakozik a fóliasátrak alatt, hogy átvegyék a helyet az árvácskáktól és a tulipánoktól, amelyek üde színfoltjai voltak mindeddig egyes település részeknek és a szürke hétköznapoknak. Hogy milyen virágokra lehet számítani az idei nyári szezonra, ezt a település főkertésze válaszolta meg nekünk. Tamásiban a virágok igazi színkavalkádja uralja jelenleg azt a telephelyet, ahol az egynyári növények már a kiültetésre várnak. Mindig színesebb a szortiment, tehát mindig egyre másabb és különleges fajtákat próbálok választani, az új trendeket is ugye nyilván követve a közterület kiültetésében. Úgyhogy az idén a legnagyobb újdonság egy lepkevirág lesz, egy törpe lepkevirág, amit díszhüvekkel és gaurákkal fogok közösen kiültetni, de nyilván megtalálhatóak az edényekben a tiroli, félfutós muskátliaink, a petúniák a közterületi ágyásokban, a vinkák, napvirágok, közel 40-45 fajtát termesztünk, az idei évben 36 ezer darab növényt neveltünk fel a fóliasátrainkban. Csak egy nyárit. Ezeket mi már március elején megkezdtük, sajnos ez a rengeteg fagy, tehát az éjszakai és a hajnali fagyok így elhúzódott a termesztési szakasz, úgyhogy a héten már elkezdtük, de a jövő héten kezdjük el a nagy volumenben a kiültetést. Még sajnáljuk, őszinte leszek, az árvácskákat, mert hogy pompáznak jelenleg az árvácskák ettől a hűvösebb időjárástól, úgyhogy próbáljuk úgy szelektálni, hogy a nem kevésbé színeseket cseréljük először, és utána pedig amit muszáj. A közmunkaprogram évek óta az alappillérét adja a telephely működéséhez és a város növényeinek gondozásához. Most már nekünk 2009 óta erre épül a startmunkaprogramunk. Ugye az évek alatt építettük föl itt a fóliasátrakat, most már 7 fóliánk üzemel, a 8-at akarom az idén használatba venni. Úgyhogy a lányok télen ugye az előkészületeket csinálják, a szaporító sejtelcek, cserepeknek a fertőtlenítését, hiszen mindent újra hasznosítunk, tehát ezért is mondom mindenkinek, hogy akinek van otthon egy kis cserepe, hozza ide, mert mi befogadjuk. Tehát mi nagyon befogadóak vagyunk, befogadjuk, és újra hasznosítjuk őket. És akkor februártól elkezdjük ugye a zöldségpalántáknak a nevelését, március elejétől pedig ugye az egynyáriakét. Úgyhogy folyamatosan, utána pedig egész évben ugye gondozzuk a közterületi ágyásokat. Hát jelenleg 24 fővel dolgozunk a közmunkaprogramban, de mondjuk effektíven ezen a telepen egy ilyen 15-16 fő dolgozik. Állandóan. A virágok gondozása mindig nagy körültekintést igényel. A szezon kezdetén a legfontosabb a kiültetés megfelelő időpontjának eltalálása, amikor már nem érheti kár az egynyári növényeket az időjárás viszontagságai miatt. Átteleltetett növényeknél, tehát mondjuk amit átteleltetünk otthon is, hiszen mindenki, akinek van saját hobbikertje, kiskertje, teleltet át növényeket. Én lassan úgy gondolom, hogy május előtt nem szabad kihozni őket, mert hogy a késői fagyok pillanatok alatt megölik őket. Egy nyárit. Mindenki jött 3 héttel ezelőtt, kisütött a nap, vagy 4 héttel, hogy jönnek egy nyáriért. Nem szabad. Várni kell. Sajnos ebben is meg kell tanulni, és alkalmazkodni kell ahhoz, hogy türelem kell. És nem kell rögtön megvenni, mert akkor pórul járunk, és vehetjük újra. Az otthoni virágos kertek kapcsán nem annyira, de a közterületek tekintetében érdemes szem előtt tartani az új trendeket, amik mindig valami újat jelentenek egy-egy városrész kinézetében. Nyáron szoktak lenni azoktól az előállítók, gyártóktól, ahonnan a palántát vásároljuk, ezek holland palántát, Hollandiából jönnek a pici palántáink, és akkor ők szoktak általában Balatonfüreden tartani egy ilyen konferenciát, ahol az éppen aktuális trendeket, ugye az éghajlaszthoz, ahogyan változik, hogy melyik növény hogyan van nemesítve, melyik hogy bírja a kinti létet, hiszen az a lényeg nekünk, hogy ugye bírja a napot, a smogot, a mindent is, szegények, és hogyan vannak az új összeültetések.
Tehát ezek is mindig változnak, mindig új növények jönnek, és én szeretek próbálkozni, úgyhogy én mindig veszek rengeteg új növényt. Tamásiban az árvácskákat és tulipánokat lassan felváltják a muskátlik, a lepkevirágok és a színesebbnél színesebb növénykompozíciók. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén is megszervezte a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akciót, amit hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmaként tartanak számon. A szűkebb, tágabb környezet megtisztítása a cél ilyenkor, és persze a figyelemfelhívás. Egyik szempont sem hiányzott Regőjből, az önkéntesek kesztyűt, zsákot ragadtak és útnak eredtek a településen. A tiszta környezet minden település számára fontos, nincs ezzel másként Regőj sem. A szemetelés azonban jelen van a hétköznapok folyamán itt is. A lakókra hál' Istennek talán kevésbé jellemző, viszont az átmenő forgalommal vannak problémáink. A bekötő úton és a kimenő útunkon is sajnos jelentős mennyiségű szemetet szoktunk minden hónapban összeszedegetni. Illetve hát a településen pedig a közszolgáltatási programnak a keretében próbálunk tisztán tartani a környezetünket. Jelen pillanatban 5 fővel dolgozunk. Hál' Istennek megszűnőben van már a program, tehát az emberek megtalálták a számításukat a munkaerőpiacon. A feladataink azok általában település karbantartással kapcsolatos feladatok, kátyúzás, patkázás, illetve a településnek a tisztántartása. A Regőjű önkormányzat számára nem ismeretlen az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett akció. Harmadik alkalommal csatlakoztunk hozzá, ugye itt a Covid időszak alatt sajnos ez nem volt jól megszervezhető. Az előző szedési akciók azok nagyon sikeresek voltak, rengeteg szemetet tudtunk összeszedni, komoly hulladéklerakókat találtunk erdőkben, egyéb helyeken. Most kértem a vadőrök segítségét abban, hogy ha találunk ilyet, akkor próbáljuk meg felderíteni. Hál' Istennek nem találtak ilyen területet, ahova fogunk menni majd a Somogyi völgyben, ott viszont van egy régóta lévő hulladék szigetecske, azt próbáljuk most felszámolni a program keretében. Megszüntetni teljes mértékben Magyarországon nem lehet ezt a sportot. Ami lehetséges, hogy előrelépjünk ebbe a történetben, az, hogy mezőri szolgálatunk van, a vadőrök is szintén figyelik, tehát általában figyelmeztetik azt, aki szemetet helyez el, illetve próbáljuk felderíteni azt, hogy ki volt a szemetelő, mert annak azért visszatartó ereje van. A hulladékszállító cég szállítja el ezt. Lehet kérni minden évben egy alkalommal lomtanítást minden háztartástól. Erre a lakosságnak lehetősége van, ez jelentős segítség, illetve ugye a hulladékszállítás az minden héten megérkezik hozzánk, és akkor abban is el tudnak nagyon sok hulladékot szállítatni. Regőj község önkormányzata a legkisebbet is bevonta a Teszed szemét gyűjtési akcióba. A hét utolsó napján az óvodások és az iskolások is zsákot ragadtak. Nagyon örültünk neki, hogy ők is tudtak hulladékot gyűjteni, illetve amit én próbáltam propagálni egy kicsit, hogy ezzel példát is mutattak nekünk, mert valószínűleg nem ők azok, akik elszórják a szemetet, hanem a szüleik. Hát ha rászólnak a szülőkre, hogy ne dobjuk el, mert holnap lehet, hogy nekem kell összeszedni. A szombati személygyűjtési akció alkalmával, melybe a lakosságot is bevonták, nem csak a település utcái voltak érintettek. A közigazgatási terület részét képző Somajpatakhoz vonult egy kisebb lelkes csapat, hogy ezt a részt is megtisztítsák. Szerintem azért fontos a szemétszedési akció, mert a természetet megóvjuk. Én nem szoktam szemetelni, meg a családdal, hogyha találunk valamit, akkor össze szoktuk szedni. Hát azért a világot azért óvjuk. Azért már ideig is el kéne jutni, hogy ezért ne legyen olyan a világ. Az akció elérte sikerét. Több zsák mások által eldobált szemetet szedtek össze a regői önkéntesek. A Tamási Művelődési Központ hagyományszerűen idén is megrendezte a kistérségi mesemondó versenyét. A diákok előzetes iskolai megmérettetések után kerültek be a versenyzők közé. Az alsó tagozatos osztályokból a járás legjobb ifjú mesélői, vagyis az első osztályosok következnek most. Egyszer volt, hol nem volt. Akár így is kezdődhetne ez az összeállítás, hiszen a legtöbb mesekezdő mondata ez, és így indítottak azok az első osztályos kisdiákok is, akik a Tamási Művelődési Ház kistérségi mesemondó versenyére érkeztek. A zsűri számos dologra figyelt az előadások alkalmával, tudtuk meg az elnöktől. Ezért az elsősöknél, másodikosoknál úgy gondolom, hogy az, hogy nagyon szigorúan vesszük, az nem biztos, hogy helytálló, de előtte a kollégáimmal már egyeztettünk,
hogy milyen szempontok alapján fogjuk a gyerekeket értékelni. Először is az egyik ilyen szempont a meseválasztás, tehát a gyerekek életkorának megfelelően ne legyen túl rövid, ne legyen túl hosszú. Aztán nagyon fontos az érthető beszéd, az artikuláció, a pontos szövegértés, és mi nagyon örültünk volna, illetve néhány versenyzőnél vettük csak észre, hogy a gesztikulációk, tehát amit a kezükkel vagy a testükkel tesznek, illetve a szemükkel, ahogy követik a mesének a lényegét, hogy az sikerült-e vagy kevésbé. Hát nagyon sok egyéb szempont volt, de a legfontosabb mindig az érthető beszéd, hiszen most figyelembe kellett azt is vennünk, hogy talán nagy nyilvánosság előtt most szerepeltek először ezek a pici gyerekek, és azért az nagyon nem mindegy, hogy ilyen nagy létszámú közönség előtt megmerjenek szólalni. Az elején talán látható is volt, hogy sokkal halkabban mondtak mesét, kevésbé voltak bátrak. A vége fele az utolsó versenyzőknél már az érthető beszéd, a hangos beszéd, az már inkább jellemző volt. Ami tetszik a kisdiákoknak, az szívesen örömmel mesélik. Mese választáskor egy egyszerű aranyszabályt kell csak betartani. Érti, éli, meséli. A zsűri sem gondolja ezt másként. Nem mindegy, hogy kislány vagy kisfiú mond mesét, és látszottak itt a versenyzőkön, hogy némelyiknek olyan huncut volt a szeme, ahogy mesélt. Ő neki inkább talán a viccesebb mesék voltak, a testhez állók, és azoknál a gyerekeknél, akik komolyabban álltak ki, őnáluk meg talán a komolyabb mesék illettek az egyéniségükhöz jobban. A háromtagú zsűrinek nem volt egyszerű feladata, mert sok volt a vállalkozó szellemű első osztályos, aki szívesen tanult meg egy mesét, hogy aztán azt előadja, lehetőleg úgy, hogy őt ítéljék a legjobbnak. Nem lesz könnyű, megpróbáltam én is rövid, néhány szavas véleményt írni azért, hogy a végén majd sikerüljön egy sorrendet felállítani. Aztán pontoztam is, úgy beszéltük meg, hogy 1-től 10-ig adunk pontot, de hát nagyon sok olyan versenyző volt, aki 7-8-9 pontot kapott. Aztán meglátjuk most, hogy a zsűritársaim hogy látták a versenyzőket, én hogy láttam, és egy nagyon nehéz küzdelemben megpróbáljuk a végleges sorrendet kialakítani. A meseválasztásban nem volt kikötés, a legfontosabb, hogy a választott történetet a hallgató közösség örömére és a saját örömükre meséljék a nebulók. Kiírásban csak az szerepelt, hogy mesét kellett mondani, és mindenki maga dönthette el, illetve gondolom, hogy a tanítónénik irányításával, hogy egy rövidebb, hosszabb mesét, egy komolyabb vagy viccesebb mesét mondjanak, illetve a meseválasztásnál, hogy melyik illik jobban az egyéniségükhöz. Fanni egy népmesével készült a zsűrinek, és a hallgatóságnak egy házi kedvencről, aki rossora elől menekülve világgá ment. Megtudtuk tőle, hogy ő maga is szereti a cicákat, és nagy közönség előtt sem először szerepelt. Hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt útnak indult volna, az udvar talált egy nagy vörös répát, szekeret csinált belőle, nagy hirtelen fogott két egeret, a szekér elé fogta, s úgy ment bújdosóba. Tanár néni mondta, hogy azért választott engem, mert már voltam az iskolában volt már a szavaló verseny, és azért mondta, hogy én azért már tudom, hogy milyen úgy. Nem annyira izgultam, de a Benedekelek a bújdosó macska, és jó volt, sokat gyakoroltunk otthon. A mesemondó versenyre több olyan diák is érkezett, akik számára ez volt az első megmérettetés, hogy nagyobb közönség előtt adjanak számot arról, amit olyan lelkesen tanultak már hetek óta, azaz a kiválasztott meséről. Ez az első, ahogy így emberek előtt kiálltam. A Tamási Művelődési Központ szervezésében megrendezett mesemondó verseny izgulással, nevetéssel és egy-egy előadás után nagy tapssal, jó hangulatban telt idén.
Lombkoronába öltözött fák, lágy szellő és madár csicsergés kísért az alkotni vágyó diákok munkáját a Tamási parkerdőben. Megközelítőleg 270 alkotás érkezett a Vürc Ádám alapfokú művészeti iskola felhívására, melyek közül a legjobbakat válogatta ki az intézmény, és hívta meg az ország különböző pontjai alkotóit, hogy a második fordulóban már a város egy adott pontján vigyék papírra kreatív látásmódjuk szüleményeit. Alkotó diákok lepték el a Tamási parkerdőt, akik rajzeszközökkel, festéshez szükséges kellékekkel érkeztek egy felhívásra, mesélte a szervező. Ez a 9. alkalom, hogy országos a versenyünk. A dolog úgy indult, hogy ez az az időszak, amikor Vürc Ádámra emlékezünk. Egyrészt a születése, másrészt sajnos a halálának évforduló, és ebben az időszakban van. És úgy gondoltam annak idején, hogy a legszebben úgy tudunk a művészre emlékezni, ha új alkotók, fiatalok alkotnak, és új képeket hoznak létre, és a képek létrehozása során emlékezünk vissza a művészre, aki Tamásiban született. Eleinte csak a művészeti iskolások versenye volt, illetve kiállítása, és egyre nagyobb lett az érdeklődés, akkor először csak a mi kihelyezett tagozatainkban hirdettük meg, utána már a megyében, és akkor egyszer csak meghirdettük országosan, és érdekes módon mindig volt olyan érdeklődő, aki vagy azért, mert ismerte, szerette Vürc Ádám munkáit, vagy csak érdekesnek találta a témát, és így küldtek pályamunkákat. A lassan jubiláló rendezvény mindig új kihívásokat támaszt a tehetséges diákok felé. Két fordulós mindig a képzőművészeti versenyünk. Az első fordulóban általában Vürc Ádám motívumait felhasználva kell képet alkotniuk az alkotóknak, és a zsűri átnézi a munkákat, és az idén is 5 korcsoportban körülbelül 10-12 főt hívtunk meg egy-egy korcsoportban, amit a legjobbnak ítélt munkának gondolta a zsűri. És itt van egy második fordulója a versenynek, és a második forduló általában Tamásiról szól, vagy a városról, vagy a városban alkotókról, apró pici apróságokról, kapualjakról, és az idei alkalommal a Dámpont Látogató Központ hívott meg bennünket, hogy itt az erdőben, a szabadban alkossunk. Nagy örömmel fogadtuk, a járványra való tekintettel is, hiszen mikor szervezést elkezdjük, akkor még nem tudtuk, hogy fog állni ez a dolog, és tavaly ugye a második fordulót el kellett a járvány miatt hagynunk, ezért úgy gondoltuk, hogy ennél tökéletesebb helyszínt nem is találhatunk. A háromtagú zsűri elé szánt alkotásokhoz kaptak néhány instrukciót is az ország számos pontjáról érkezett tehetséges diákok. Legyen a tájból, legyen a látottakból valami részlet az alkotáson, de engedjék el a fantáziájukat, és történjenek csodálatos dolgok is a képen, hiszen azzal emlékezünk Vürc Ádámra, hogy bátran használunk mindenféle eszközöket hozzá. És hát remélem, hogy egy nagy szabadsággal, de mégis a kép egy egységet, egy egészet fog alkotni, és ez fog segíteni a zsűrinek majd eldönteni a díjakat. Nagyon sokféle technikával dolgoznak itt a gyerekek, tehát nem csak festés-rajzolás van, van, aki monotípiát készít, nagyon sokan többféle technikát együtt, festés és grafika, tehát egy változatos. A modern művészet ez irányban is halad, hogy a többféle technikát egyesíteni és úgy újat létrehozni, és erre ösztönözzük itt mi is a résztvevőket. Aki szereti a képzőművészetet, legjobban festékeknek, vásznaknak és rajzeszközöknek örül, úgyhogy az oklevélen kívül ilyen ajándékokkal kapnak majd a résztvevők. Szombathelyről érkezett Petra, aki iskolájában találkozott a Vürc Ádám alapfokú és művészeti iskola által szervezett országos képzőművészeti verseny felhívásával. Egy mintás rajzot kellett csinálni több karakterrel, és akkor ugye azzal jutottam be ide. Most egy lévő szigetet fogok lerajzolni. A képzőművészeti verseny résztvevői közül voltak olyanok, akik nem mindennapi módját választották az alkotásnak. Azért szeretek rajzolni, mert a kezünknek, és hát a kezemnek fejlődik tőle, meg
szeretem is ezt csinálni. Azért festek hason, mert így kényelmes. Rajzolok ezt a tavat, meg a keresztet, a fűszfát és a kis házikót ott. Miért szeretsz rajzolni? Azért, mert nekem ikletet ad, nagyon, és már oviskoromban rajzolok. És mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Festőművész. A legkisebbek mellett, akik még csak ismerkednek a különféle technikákkal, és most bontogatják szárnyaikat, olyanok is voltak, akik határozottan tudják, hogy ezen a pályán képzelik el a jövőt. Gyöngy felsőfokú tanulmányaihoz egy jó ugródeszkának gondolja a képzőművészeti versenyeket. Mivel a versenynek a témája az erdő, és a természet kell, hogy ihlessen minket, ezért fákat fogok rajzolni. És a másik tényező, ami által összemérettetnek minket, az az, hogy saját magunkat ebbe belevigyük ebbe az alkotásba, és hogy valami kreatív, kicsit szerintem elvonatkoztatott módon kell teljesítenünk. Az én alkotásomon igazából, alkotás kezdeményemen egyenlőre, két ember látható igazából, hogyha megfordítanánk az egész rajzot, mert hogyha egyenes állásban nézzük, akkor ugye két fa. De hogyha fejjel lefelé, akkor két ember így összefonódva, és igazából ezzel nagyon sok mindent meg lehet jeleníteni, de az első dolog szerintem, hogyha ezt valaki észreveszi, és eszébe jut erről, az a egymáshoz való kötődés. De igazából én arra gondoltam, hogy a fának a koronája, az a két embernek a ruhája alja, mert ez mondjuk lehet két nő, és akkor ez kapcsolódhat mondjuk a divathoz is. A rendezvény helyszínéről szolgáló Dánpont látogatóközpont a délutáni zsűrizés alkalmával ennek a kreatív alkotásnak ítélte oda a Dánpont kedvence címet. Egyébként a munkára 4 órája volt a diákoknak, melynek helyszínéről választhatták a tó környékét, vagy éppen a látogatóközpont teraszát, esetleg a gyönyörű panorámát kínáló tetőteret. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!